A budapesti csapat több zenekar tagjaiból állt össze, hogy a moldvai csángó magyarok magával ragadó tánczenéjét tolmácsolja kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A moldvai csángók Romániában a Szeret, Tázló és Prut folyók mentén élnek és veszélyeztetett kultúrának számítanak. A csángóknak nagyon sok körtánca van, tehát így páros táncokban is gazdag, de nagyon sok körtánc is, tehát nyilván csak egy pár részletet tudtunk kiragadni, amit így egy párral meg lehet mutatni a színpadon, de nagyon hangulatos pörgőzenékből van, és kicsit ezek a tört ritmusok révén így a délszábvonalhoz is közel van. A koncert és táncház helyszíne a belgrádi Vlada Divljan kulturális központ udvara volt. Hát mi nagyon boldogok vagyunk, hogy ide eljöhettünk, hiszen egyrészt nagyon szívesen népszerűsítjük a moldvai csángó magyaroknak a kultúráját szerte a világba, másrészt pedig hát több dolog is van, hogy egyrészt, hogy a vajdasági magyarokhoz is jöhettünk muzsikálni, az egy hatalmas öröm számunkra, és hát Magyarországon pedig nagy szeretettel fogadjuk ugye a magyarországi szervek népzenét, illetve a szerbiai népzenét is. Havai Viktória és a Fakutya együttes ma este 19 órától a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület nagytermében Hertelendi falván is fellép. A műsor táncházzal zárul, a belépés pedig ingyenes.